Vendégünk Szabó Gábor, a Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási Kft. Termelés vezetője. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Hát lépten nyomon betelefonálnak nézőink, hogy mikor lesz már limnáció, mikor fogjuk közé tenni az időpontot, de hát tudva levőleg már ilyen nincsen. Miért kellett ezt a kezdeményezést megszüntetni, és mi váltotta föl? Ugye ez egy jóval felhasználó barátabb rendszer, mint a Limrom akció volt ugye az elmúlt években. Ugye a tavalyi év június 30-ától úgynevezett házhoz menő rendszerben működik a lomtalanítás, és ahogy az összes többi anyagáramnak a begyűjtése is ugye a háztartásoktól. Hogyan lehet ezt megrendelni egyébként? Igen, igen. Ugye főleg ezért felhasználó barátabb ez a rendszer, mivel egész évben kétszer van lehetősége ugye minden ingatlan használónak ezt igénybe venni. Semmi más feladata nincs ugye az ingatlan használónak, mint betelefonálni az ügyfélszolgálatra, ott megrendelni arra az időpontra, amikor a fekete kukájának az ürítése van, és kipakolhatja az otthon már nem használt berendezéseit a kuka mellé, és akkor az autó pedig el fogja szállítani. Tehát konkretizáljuk, hogyha valakinek a hulladékát szerdán viszik el, a kukát, akkor szerdai nap lesz az is, amikor mindezt a Limrom akciós, egyéni Limrom akciót lebonyolíthatja egyénileg. Milyen telefonszámon lehet önöket elérni, vagy e-mailen keresztül is lehet mindezt jelezni? Ezt az ügyfélszolgálati telefonszámon tudják leegyeztetni ugye a kollégáinkkal. Ugye megtalálhatják akármelyik szóróanyagunkban, illetve az interneten a honlapunkon is, ugye www.dtk.hu oldalon megtalálják az ügyfélszolgálati telefonszámunkat, azt fölhívják és leegyeztetik. És ez valóban ingyenes, tehát ezért nem kell fizetni? Így van, tehát a szolgáltatási díj, amit befizet az ingatlan az NHKV ZRT-nek, azt tartalmazza ezt a szolgáltatást is. Ez egy nagyon jó hír. De miket lehet kitenni az egyéni hulladék elszállításánál? Ugye ez főleg a nagy darabos hulladékokat, illetve a nem használt berendezési tárgyakat, illetve bútorokat jelenti. Leegyszerűsítve, ami nem fér bele a kukába is, oda való. Jó, hát akkor kicsit konkretizáljuk. Tehát azt mondom, hogy én felújítom a lakásomat, és hát nyilászáró csere is lesz, és az ablakosok nem vitték el a keretet. Na most akkor ilyenkor mi van? Kitehetem, vagy nem tehetem? Ez építési hulladéknak számít, vagy nem? Egy kicsit korepetáljon már engem. Kitehetik, de annyit szeretnénk kérni, hogy a benne lévő üveget, azt semmiféleképpen, mivel munkavédelmi szempontból, ugye, hogyha a járműbe helyezik, akkor abból probléma is lehet. Tehát magát az ablakkeretet igen, viszont alkalmanként mennyiségi korlátja van. Ugye a lomtanításnak ez 3 köbméter per alkalom, de ugye mindenki évente kétszer igénybe veheti. Mi az, amit szigorúan tilos kihelyezni? És önök nem is viszik el? Sőt, lehet, hogy büntetést is kapok, akin marad az utcán. Ami nem tartozik a lomtanítás körébe, ugye elsődlegesen azok az anyagok, amiket egyéb más autók ugye elhoznak, mint a vegyes hulladékba tartozó, a szelektív hulladékba, a zöld hulladék elszállításba beletartoznak, azt semmiféleképpen nem ide kell kihelyezni, illetve amit nagyon fontos, a veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, illetve építési törmeléket, gumiabroncsot, vagy festékes dobozt, vagy valamilyen vegyszerrel szennyezett dolgokat nem lehet kirakni ebben. Na most ugye a rohanó világban mindenki jön, megy, intézkedik, és mi van akkor, hogyha én nekem dolgoznom kell szerdán, és sehogy sem tudom megoldani. Van arra esetleg, netalántán, hogy nem lehetőség, hogy egy más időpontban kérjem önöket, hogy segítsenek ez ügyben? Kérjük azért, hogy a kukaürítési napra szervezzék ezt a lomtalanítást. Ugye... Valamifajta alternatívát azért meg lehet oldani? Alternatívát ugye főleg a hulladékudvarokat tudnám felhozni, ugye Kecskeméten 2 is működik, ugye egy a Zöldike utcában, egy pedig a Felső Csalánosban. Ugye aki szolgáltatási szerződéssel rendelkezik és fizeti a hulladékszállítási díjat, a hulladékudvarba is vihet ki hulladékot, lomhulladékot is. Na most beköszöntött hozzánk a tavasz. Ezerrel metszük a fákat, zöld hulladék özöne lepi el a kertjeinket, az előtereket és minden egyebet. Szépen ezeket bezsákozzuk, mi újság van ezzel? Elszállítják-e önök,
legyen szíves erről is felvilágosítást adni. Ugye az előző évekhez hasonlóan ugye most április elején indult meg Kecskeméten is, illetve decemberig fog tartani két heti rendszerességgel az zöld hulladékgyűjtés. Ugye a tavalyi évben már elkezdtük osztani ugye ingatlanonként a biológiai lebomlózsákot, ugye ennyi változás történt a zöld hulladékgyűjtésben, illetve már nem csak évi kétszeri alkalommal tud kirakni köteget hulladékot a lakosság, hanem minden alkalommal rakhat ki kötegelve is. Tehát nem ragaszkodnak ahhoz, hogy ebbe a speciális zsákba tegyük bele, teszem azt a nagyobb ágdarabokat, rőzsét, mi egymást? Alkalmanként fél köbméter köteget, illetve szeretnénk kérni, hogyha ilyen 70-80 centis darabokra vágnák és úgy kötegelnék, illetve szeretnénk, hogyha a biológiai lebomló zsákot használnák, mivel ez az anyag ugye komposztálásra kerül, és egy nagyon jó minőségű termék fog ebből előállítódni. Hogyha viszont nem lebomló műanyag zsákban helyezik ki, tehát teszem az ilyen fekete nagy műanyag igen, zsákban. Igen, igen, azt nem szeretnénk, mivel az a komposztálási technológiát azt megakasztja. De most a földünket védenünk kell, a környezetünket védenünk kell. Hát kérünk önöktől mindenféleképpen sárga zsákokat, amelyekben ugye speciálisan a papírt, a műanyagot és minden hasonló jellegű dolgot gyűjtünk. Ezeknek az elszállításával mi újság van? Ugye a szelektív hulladékgyűjtésben sem történt változás, ugyanúgy egész évben két heti rendszerességgel megy a járat és szedi össze ugye a szelektív hulladékot is. Ez ugyanakkor, amikor a kukát ürítik egyébként, vagy egy másik időpontban várjuk őt? Nem mindenhol egyezik meg a fekete kuka ürítésével a szelektív hulladékgyűjtésnek a rendje. Amennyi különbség van itt, ugye korlátlanul elviszük a szelektív hulladékot, hogyha nincs elég sárga zsákja az ingatlan használónak, bemehet sárga zsákért az ügyfélszolgálatra, kapni fog, illetve hogyha nem tud bemenni, akkor annyit szeretnénk kérni, hogy sima átlátszó zsákban helyezze ki, hogy a kollégák meg tudják állapítani, hogy tényleg szelektív hulladék van benne. Interneten utána tudok-e nézni, hogy mikor jönnek a szelektív hulladékot begyűjtő kollégák? Így van, tehát a honlapunkon a gyűjtési rend is fönt van mind a három anyag áram tekintetében, úgyhogy városrészre bontva meg tudja nézni a lakosság, hogy melyik nap melyik anyag áramot gyűjtjük össze. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk ezt a sok-sok hasznos információt, és hát minél szebb és tisztább Kecskemétet kívánok mindannyiunknak. Köszönöm szépen. Önöknek pedig jó munkát. Köszönjük.